átadták a Szekszárdi Kajakkenu Klub turisztikai központját. A létesítményben öltözők, zuhanyzók és egy állandóan üzemelő büfé is helyet kapott, ezáltal is biztosítva a kirándulni vágyó emberek teljes körű ellátását. Jámbor Attila, a Szekszárdi Kajakkenu Klub sportegyesület igazgatója szerint további fejlesztések várhatók a szabadidős és a versenysport számára is. A jövőben készülő holnap lehetőséget nyújt majd sportfelszerelések és hajók lefoglalásához, így a kirándulni vágyók előre meg tudják tervezni a hétvégi túrát, amihez eszközöket is tudnak majd kölcsönözni a most átadott épületben. Ez a turisztikai központ gyakorlatilag arra lesz hivatott, hogy a szabadidő sportolókat, a városban megforduló turistákat, illetve maga a helyi lakosokat kiszolgáljuk azzal, hogy könnyebben tudnak kijönni a természetben, szervezett körülmények között tudnak sportolást igénybe venni, illetve megismerhetik Szekszárd és környékének azt a részét, amit szerintem a helyi lakosok 80%-a nem ismer. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy különösen örül a fejlesztéseknek, mert a SIO projekt a Tolna megyei önkormányzat kezdeményezése volt. A tervezett beruházásoknak köszönhetően a szekszárdi régió pedig kiemelt turisztikai célpont lehet a jövőben. Szekszárd és környékén nagyon sok olyan fiatal van, aki szívesen űzi ezt a sportot, és emellett még egy nagyon jelentős dolgot is takar ez a történet, mégpedig azt, hogy nem csak kizárólag a sportolóknak épült ez a létesítmény, és működik ez az egész egyesület, hanem túrázóknak, érdeklődőknek, természetkedelőknek, és emeli a SIO-nak a turisztikai vonzó erejét. Szekszárd és környékéről az embereknek leghamarabb a borok és sajtok jutnak az eszébe, a SIO csatorna és a Gemenc ezen szakasza sokuk számára még ismeretlen. Ezt próbálják meg népszerűsíteni a tervezett turista útvonalak.